Dr. Tamasi József belgyógyász, a népegészségtan szakorvosa, az Új Magyar Orvosi Kartársaság elnöke, az MBS WHO munkacsoportjának vezetője is vállalt egy felszólalást, de halaszhatatlan teendői feladata megjelenése elígérkezése miatt végül üzenetet tudott küldeni, amelyet most felolvas a Mi Hazánk ifjainak alelnöke, Cservenák Mihály. Hát én is ideolgok. Kedves hazafiak! Sajnálom, hogy nem lehetek köztetek személyesen. Az orvosok a tisztánlátásért mozgalmat 2020-ban indítottuk, amikor az első lezárásokat előírták a rettegett kór ellen. Mi, felébredt orvosok akkor indultunk az ország ébresztésével, ők akkor indították első bejelentéseiket és eljárásokat ellenünk. Azóta folyamatosan harcban állunk, vagyis egyetlen percre sem szüntették meg a globalista hazugságot és csalást, amivel az ellenvéleményt tiltották és eljelentéktelenítették. Nos, azóta beigazolódott. Nem volt valós az eddigieknél súlyosabb influenza-szerű járvány, csak Covid-nak csúfolt tesztjárvány volt. Nem volt valós szükség az embereket félelembe taszítani, nem volt valós szükség, hogy bárkit be kelljen oltani egy semmire sem alkalmas géninjekcióval. Mérgező moslékkal. Főként nem egy olyan oltóanyaggal, amelyre vonatkozólag a Pfizerrel kötött vásárlási szerződésben aláírták, elfogadták, elismerték politikusaink is. Az idő sürgetése miatt nem vizsgálták azok hatását, okozhatnak súlyos mellékhatásokat, akár halált is, és semmilyen felelősséget nem vállalnak érte. Na, ezzel oltották le a hazai egészséges lakosságot, hogy aztán megbetegedjenek. Emiatt indítottunk büntető feljelentést ismeretlen tettesek ellen. Aztán most már az is egyértelmű, hogy a szándék egy világkormány létrehozása, a WHO-t és az ENSZ-t felhasználva. Világosan érteni kell, a mainstream tudomány, az oktatás, a gyógyszerellátás, a terápiás és diagnosztikai protokollok, az egészségügyi ellátás mikéntje, a hazai legfőbb politikai döntések globalista gyógyszeripari nagyurak kezében van jelenleg is. Ebből nem lesz addig változás, amíg egy teljesen újfajta politika nem születik, amíg újra nem a civil kontroll, a nép irányítja az egészségfelfogást, és nem pedig a gyógyszeripar. Emiatt indítottunk sikeresen közhatalmi megbízáshoz aláírásgyűjtést, amellyel csökkenteni fogjuk a WHO befolyását Magyarországon, emiatt keressük a már felébredt emberekkel a minden eddiginél nagyobb civil összefogást, egyesítsük erőinket civil mozgalomban. Ne hagyjuk, hogy ne a magyar nép döntsön, ne hagyjuk, hogy rabszolga sorsba kerüljünk, és tönkretegyék gyermekeinket és unokáinkat, országunkat. Isten áldja a magyarságot! Köszönjük dr. Tamasi Józsefnek, hogy elküldte nekünk üdvözlő üzenetét, és további sok sikert kívánunk neki az oltás károsultak védelmében. A kártérítési perekben itt az ideje, hogy szembenézzen az állam is a saját felelősségével. Így van! Most pedig szólítom a színpadra legkedvesebb képviselőtársamat, Dúró Dórát! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntök mindenkit Magyarország legszervezettebb ellenzéki pártjának tüntetésén. Mert valóban... Az önkormányzati választásokon az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk mozgalom állítja a legtöbb jelöltet. Elsőként adtuk le az európai parlamenti választáson induláshoz szükséges ajánlásokat is az ellenzéki pártok közül, és mind a 19 vármegyében és a fővárosban is állítottunk listát.
ma rajtunk kívül csak a Fidesz és a DK mondhatja el magáról. Az első akadályt tehát könnyedén vettük, erőt mutattunk. De a mérkőzésnek nincs vége, most fordulunk be a célegyenesbe. Globális diktatúra helyett magyar jövőt építünk. Ez a tétje. Ez a tétje az előttünk álló választásoknak. Mert a globalisták magyarországi helytartói és a nekik rendre behódoló magyar kormány épp a mi pénzünkből finanszírozza Ukrajnát, épp telepítik be vendégmunkás néven a bevándorlókat, adják oda a drága magyar földet magzatmérgező akkumulátorgyáraknak, szolgáltatják ki a szabadságunkat a digitális óriás cégeknek, és próbálják elvenni az önrendelkezésünk, a szabadságunk utolsó bástyáit is. Csak a Mi Hazánk mozgalom az a párt, amely szót emel ez ellen, amely kiáll a magyar jövőért, amely kiáll a gyermekeink szabadságáért és a magyar megmaradásért. Mert sajnos ez az igazság. Gyurcsányék éjt-nappallá téve árulják el a hazát, mintha nem lenne holnap. A fontos pillanatokban és a stratégiai kérdésekben Orbánék is beállnak a sorba. Gondoljunk csak Ukrajnára. Milyen hangzatosan tudta mondani a magyar miniszterelnök, hogy a magyarra genetikailag nem hat a nyomás, és ő bizony nem fog hozzájárulni Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséhez. Majd kiutazott Brüsszelbe, kiment kávézni, és hozzájárult ahhoz, hogy egy korrupt, magyar ellenes ország az Európai Unióhoz csatlakozhasson. De nem csak ebben az ügyben mutatott be hátraarcot Orbán Viktor. Most már a ti pénzetekből, az önök pénzéből, a magyar adófizetők pénzéből finanszírozzuk az ukrán állam fenntartását. 200 milliárd forintunkban kerül Zelenszkij hatalomban tartása. És a béke melletti kiállás tekintetében is letette a fegyvert a kormány. Szijjártó Péter ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy közös európai pénzből, így a magyarok pénzéből is kifizessék az Ukrajnába szállított fegyvereket az EU tagállamoknak. Most már tehát a közös kasszából a magyarok is finanszírozzák az Ukrajnába küldött fegyvereket. Teljes fegyverletétel. És nincs a Mi Hazánkon kívül olyan párt, amely azt mondaná, hogy a magyarok pénzét ne adjuk oda Ukrajnának. Nekünk valóban fontos a magyar mezőgazdaság. Nekünk fontosak a magyar munkahelyek, és fontosak a kárpátaljai magyarok is. Nem csak addig, amíg ránk nem ordít egy brüsszeli bürokrata, hanem mindig is az volt, és mindig is az marad. De nem csak Ukrajna támogatásában érnek össze a szálak, hanem a gyermekeink tudatáért folytatott küzdelemben is ugyanazt képviseli valójában Orbán, Gyurcsány és a baloldal új üdvöskéje, Magyar Péter is. Gondoljunk csak arra, hogy a magyarok szabadságát ezerszer sárba tipró Facebook jogtanácsosát akarja az Európai Parlamentbe küldeni képviselőjelöltként. Annak a Facebooknak, amelynek a globális szabályozásért felelős igazgatója be is vallotta, egy saját világot teremtettek maguknak. Na, az ő világuk az, amiből mi nem kérünk. A Facebook belső vizsgálatát megszerezték újságírók, amelyből kiderült,
hogy 360 millió embernél okozott súlyos, kényszeres függőséget a platform használata. Ebből mi nem kérünk. De több kiugrott munkatárs név nélkül jelezte, hogy különböző tömegmanipulációs kísérletek folytak le a Facebook felhasználói között. Ezekre bizonyítékok is vannak. Több mint 700 ezer felhasználójuk hírfolyamában manipulálták a pozitív és negatív szavakat tartalmazó bejegyzések arányát, azért, hogy megnézzék, hogyan hatnak ezek az emberekre. Na ez az, amiből mi nem kérünk. Mi meg akarjuk óvni a gyerekeinket a tömegmanipulációtól és a kiszolgáltatottságtól. Úgy van! A Facebookkal szemben felléphetett volna a magyar kormány az Európai Unióban. Több tagállam megtette, hogy azt a bizonyos DSA törvényt nem egy az egyben ültette át a saját jogrendszerébe, hanem szigorító kritériumokat tettek bele. A magyar kormány ezt is elmulasztotta, kiegyezett a globalistákkal, nem csak Ukrajna, hanem a Facebook megregulázása terén is. Szégyen! De nem csak a tudatunkat akarják mérgezni, és erre bizonyítékul szeretnék megosztani önökkel, veletek egy hírt, ennek a címét és egy részletét. Ez így szól. Vele született betegséget okoztak a veszélyes munkakörülmények több Samsungnál dolgozó nő gyermekénél Dél-Koreában. A dél-koreai kormányhoz köthető egyik ügynökség elismerte, hogy ok-okozati összefüggés van a Samsung Electronics cégnél tapasztalt veszélyes munkakörülmények és a terhességük alatt a vállalatnál dolgozó egyes nők gyermekeinél azonosított vele született rendellenességek között. Értjük ezt? Átérezzük ezt? Mennyire kell aljasnak lenni ehhez? Kiveszi a bátorságot ahhoz, hogy munkavállalók gyermekein maradandó károsodást okozzon? Milyen cég az, ami ilyenre vetemedik? És ez a Samsung gyár most jelentette be Gödön az ottani egységének a bővítését. Nem kérünk ebből! Ebbe a gyárba pedig már toborozzák a vendégmunkásokat a Fülöp-szigeteken. Ez az a magyar jövő, amit mi a gyermekeinknek szánunk. És hogy nem, a bevándorlás kérdésében is összeér Orbán, Gyurcsány és Magyar Péter. Mert hiába védi meg a határt Orbán Viktor, akkor, hogyha vendégmunkás néven ugyanúgy betelepíti az ázsiai dolgozókat Magyarországra, ezzel megváltoztatva a magyar lakosság összetételét és elveszejtve Magyarország kulturális identitását. Nem engedhetjük meg ezt. És e tekintetben is látjuk azt, hogy Gyurcsány Ferencék egy nappal látéve az Európai Unióban a bevándorlás mellett kampányolnak, és Magyar Péter európai parlamenti listáján is megtalálunk egy bevándorláspárti jelöltet, aki Brüsszel egyik pozitívumaként említette azt a sokszínűséget és toleranciát, amit ott tapasztal. Nem szabad, hogy a vendégmunkás kérdésben lankadjon a figyelmünk. A törökök is így kezdték Németországban. Csak vendégmunkások voltak. Sem a bevándorlást, sem a vendégmunkásnak nevezett bevándorlást nem tűrhetjük. Ha az ő globalista útjukat követjük, a jövő nemzedékei nem fogják tudni, hogy mit jelent egyáltalán magyarnak lenni. Ez a két világ áll tehát szemben egymással. Az ő globalista világuk és a miénk, a magyar jövő. Mert mi rovarevés helyett hazai kenyeret akarunk. Úgy van!
gén manipuláció helyett háztáji gazdaságokat, Tesco helyett hangya szövetkezetet. A multik pénzszivattyúja helyett magyar nemzetgazdaságot, gyarmati sor helyett önellátást, vendégmunkások helyett tisztességes béreket a magyar munkavállalóknak. Mérgező akkumulátorgyárak helyett minőségi élelmiszeripart. Végrehajtó maffia helyett kárpótlást a magyaroknak. Korrupció helyett elszámoltatást, oligarchák helyett erős KKV-kat, Mészáros Lőrincek helyett növekvő magyar középosztályt. Az ukránok támogatása helyett magyar érdekképviseletet, LMBTQ propaganda helyett egészséges, gyarapodó magyarságot. Győzike helyett Vas Albertet. Bevándorlás helyett határvédelmet. Szivárványos zászló helyett nemzeti trikolort. Deviáns pedofilok helyett valódi gyermekvédelmet. Identitásvesztés helyett hagyományőrzést. Digitális nyomkövetés helyett készpénzvédelmet. Cenzúra helyett szabadságot. Politikai korrektség helyett bátor szókimondást. Világkormány helyett nemzeti szuverenitást. Terror helyett emberi szabadságot. A globális diktatúra helyett tehát magyar jövőt. Mi ezekért küzdünk. Mindig is ezekért küzdöttünk. Ezt kell megmutatnunk minél több embernek. Ez a következő 4 hét feladata. Ki kell tartanunk, mert ellenünk van az algoritmus és a média is. Mindenki megpróbál elhallgattatni minket, de nem hagyhatjuk magunkat. Ne feledjük, a magyarság jövője a tét. Tartozunk ezzel a gyerekeinknek. Köszönöm a figyelmet. Globális diktatúra helyett magyar jövőt, Dobrev Klára helyett Duró Dórát. Köszönjük a támogatást! És hogy hogyan hamisították meg a halálozások adatait a Covid diktatúra alatt, Covidos áldozatnak tüntet fel azt is, aki másban halt meg, azt egyszer már Müller Cecília is elismerte, hogy ha valaki valaha covidos volt, akkor akár későbbi halálát is annak számlájára írják. Figyeljék csak! Egy kis türelmet kérünk. Müller Cecília késik. Talán az oltás mellékhatása. Arról beszélt, hogy hogyan hamisították meg a halálozások adatait. Mert nem mindegy, hogy valaki Covid-dal vagy Covid-ban hal meg, de Müller Cecília elszólása szerint még csak épp Covidosnak sem kell lenni a halál idején,
Elég, ha bármikor korábban covidos volt ahhoz, hogy annak számlájára írják az akár autóbalesetben elhunytat. Magyarországon már az első hullám elején úgy döntöttünk, hogy valamennyi olyan elhunytat, akinél a betegség időtartama alatt vagy előtte bármikor pozitív személynek regisztráltak, tehát készült nála laboratóriumi vizsgálat, ami pozitivitást mutatott, mindenkit beszámolunk az elhunytak közé. Ezek a számok, amiket naponta ismertetek az elhunytak vonatkozásában, tartalmazza az összes elhunyt szemét, akit egyébként nem konkrétan halál oknak neveztek meg a koronavírusos fertőzést a halott kémlés során. Hát én kérek elnézést, Müller Cecília és a kormány helyett is, ha esetleg irritálóak voltak ezek az elszólások, ez a beismerés. Hát így persze a vakcina biznisz pöröghetett, sőt, Ursula von der Leyen, EU bizottsági elnök SMS-ben rendelhetett meg barátjától, a Pfizer vezértől egy több 10 milliárd eurós Covid vakcina üzletet 2022-ben. Ursula von der Leyen férje a Pfizer egyik amerikai partnercégének orvosigazgatója. Van még kérdés? Egyébként az EU-n belüli korrupciónak ez csak a jéghelynek a csúcsa, hiszen még a Világgazdasági Fórum egy 2009-es elszólása szerint is évente 120 milliárd eurót nyel el a korrupció az Európai Unión belül. És hogy miért oltottság kell, és nem védettség? Hát brit tudósok bebizonyították, hogy a vakcina azokon segít a legjobban, akik eladják. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely szerint a vakcinák kötelezővé tétele helyett inkább az oltások valódi következményeiről kellene beszélni. Mindenki maga dönthessen a sorsáról korrekt tájékoztatás után. Korrekt tájékoztatást azonban nem láthattunk, nem hallhattunk, de hallgattassék meg a másik fél is. Ígértem egy meglepetés felszólalót. Vigyázzat, markáns vélemény következik. De a végén mindenkinek be kell majd oltani a magát, még az oltás ellenesek is rá fognak arra jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak. Vagy beoltják magukat, vagy meghalnak. Ez a két választás, ez a hiteles, elfogulatlan tájékoztatás, vagy ez inkább a kormánypropaganda, amiből nem kérünk. Nem, nem, soha! Nem, nem, soha! Hát bizony, ez az Orbáni szélsőséges vélemény, a szélsőséges, nem pedig a mi álláspontunk. Ez a propaganda, mely szerint az oltás működik. Emlékszünk? Emlékszünk erre az Orbáni beszólásra. Hallgassuk csak tovább! De most már támadásban vagyunk, mert a vakcina az megöli a vírust, abban az értelemben, hogy ez olyan, mint egy golyóálló mellény. Tehát aki be van oltva, arról lepattan a vírus. És mindenkinek van egy mellénye, egy golyóálló mellénye, vagy a házi orvosnál, vagy az oltási ponton vegye föl. És abban az esetben nem lesz már kit megtámadnia a vírusnak. De felelősségteljesen kell viselkednünk, mert most még nincs mindenki beoltva. És aki nincs beoltva, az még megfertőzhet másokat. Aki már védett, ő már nem fertőz meg új embereket, vagy új betegeket, de aki nincs beoltva, ő képes lehet megfertőzni másokat, és ő maga is megfertőződhet. Hát így higgyen bárki a Fidesznek! Elhisszük ezeket a hazugságokat! A kormány is tudta, hogy ezeket a hazugságokat nem hiszik el, ezért kezdték el kötelezni, még csak kísérleti jelleggel az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat, a honvédeket, azokat egészen elképesztő módon, hiszen párhuzamosan leszerelési tilalommal is sújtották őket, illetmény nélküli szabadságra küldték őket, mellékállást sem vállalhattak, magyarul halljanak éhen az oltatlan katonák. Ide jutottunk. De halljunk még egy markáns gondolatot Orbán Viktortól. Nem tudunk kötelező oltást elrendelni általánosan mindenkire nézve Magyarországon, ezt a magyar ember gyomra nem veszi be.
Érzi? Érzi a néphangulatot? Hát jól érzi! Ezt a magyar emberek gyomra nem veszi be! Elég volt a kötelező oltásokból! Csak a pedofiloknak legyen kötelező az injekció! A biskei homoszexuális igazgató és az újbudai homoszexuális pedofil óvó bácsi vakcináját majd mi készítjük! Tisztelt tüntető ezrek, honfitársak! Több mint két évtizede működik állami támogatás nélkül a Magyarok Világszövetsége, mely mégis folytatja rendületlenül közhasznú misszióját. Következzék most az MBS elnöke, Patrubány Miklós! Kedves magyar testvérek! Szeretettel és aggodalommal köszöntelek benneteket ezen a mai tüntetésen, miközben köszönetet mondok a mi hazánknak, hogy megszervezte itt az utolsó pillanatban ezt a tüntetést, ahol magyar emberek is kifejezhetik ellenállásukat azzal a közeledő veszedelemmel szemben, amelyik két hét múlva ránk köszönt. Május 27-én, nem tovább, mint május 10-én, 27-én kezdődik Genfben az Egészségügyi Világszervezet éves közgyűlése, és eltart június 1-jéig, amikor is ez az ENSZ által egészségügyi ügyek intézésére létrehozott nemzetközi szervezet megpróbálja kisajátítani a teljes hatalmat a világon, ami az emberek gyógykezelését illeti. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk. Ne hagyjuk, valóban ne hagyjuk. Nem hagyjuk. Pedig kevesen vannak, akik tudják, persze nem ti, akik itt vagytok, hanem az országunk népe. Kevesen vannak, akik tudják, hogy mire megy ki a játék, hiszen nem kevesebbet agyaltak ki, mint azt, hogy ezek után, ha majd ez a Tedros bejelent egy világjárványt, akkor a következő pillanatban ő írja elő minden országnak, minden tagországnak, mind a 194 tagországnak, hogy milyen vakcinával kell kezelni az általuk bejelentett járványt. Most mire való a vakcina? Szándékosan nem mondok oltást, kedveseim, mert idegen szóval akarom borzolni a kedélyünket és a kedélyeteket azért, hogy ezzel is elrettentselek benneteket és magunkat attól, hogy valaha is tovább hagyjuk magunkat vakcinázni. Bármiféle kedveskedő, búgó hangú, oltásfelvevésre bíztató lett legyen ez akár miniszterelnöki csalárd szöveg. Vele szemben ellen kell állnunk. Tehát, hogy ez micsoda mértékű veszedelem, azt az érzékelteti a legjobban, hogy május 1-én, 10 nappal ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok, ugye elég jelentős világhatalom, valamivel nagyobb hatalom, mint Orbán Viktor kormánya. Mondhatom ezt így? Mondhatom? Vagy nem biztos? Hát szóval az Amerikai Egyesült Államok szenátusa, ahol egy főn múlik az, hogy melyik pártnak van többsége, ugye a szenátus 100 fős, ennek 49 tagja, akik republikánusok, vagyis Trump pártiak, ők egy emberként írtak levelet Joe Biden amerikai elnöknek, hogy vesse latba Amerika teljes tekintélyét, és akadályozza meg a WHO közgyűlésén ennek a szabályzat módosításnak a keresztülvitelét. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban, ahol fej-fej mellett a szenátusban fej-fej mellett van a két vezető erő, a kisebbik erő, amelyiknek a kisebbsége egy főn múlik, egyhangú fellépéssel fordul az államelnökhöz ahhoz, hogy valamit tegyenek ez ellen a rettenet ellen.
és akkor mi történik Magyarországon? Magyarországon síri csend van. Ha nem lenne a mi hazánk megszólalása, akkor egyetlen parlamenti párt sem hallatna a szavát ebben az ügyben. Így van? Tűrhető ez? Akkor ne is tűrjük, kedves testvéreim. Nézzük meg tehát, hogy miből áll a felelőssége Magyarország kormányának ebben az emberiséget és a magyarságot akár elveszejtő hadműveletben, hiszen ez egy hadművelet az emberiség ellen. Ne feledjük el, hogy akármilyen hazudozás volt, és akár hogyan hazudták Covid áldozatoknak a különböző betegségekben elhunytakat, nem csak Magyarországon tették ezt, hanem világszerte, és még pénzelték is, ahány minél több Covid halottat jelentettek be a kórházak, annál több pénzt kaptak. Tehát, de mindenütt így volt, és Magyarország 253 állam közül a harmadik helyen van, ami az 1 millió főre eső elhalálozások számát illeti. Tehát valósággal megtizedelte már ez a Covid, ami ugyancsak a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek a bábáskodásával szabadítottak rá az emberiségre. A magyar kormány bűnös volt akkor, amikor már is hagyta, 2020-ról beszélek, hogy lefeküdve és teljesen letéve a fegyvert az akkori WHO követelés előtt, amely azt kérte, csak úgy ajánlásként, nem törvényben vagy nemzetközi felszólalásban, hiszen arra joga se lett volna, tehát suttogó ajánlásban azt ajánlotta az államoknak, hogy szüntessék meg a boncolást. Ne létezzen többé boncolás a kórházakban, ne lehessen megállapítani a halál igazi okát. Hát aki valaha is foglalkozott egészségügyel, az tudja, hogy boncolás nélkül nincs egészségügy. Boncolás nélkül csak kuruzslás van, vagy hazudozás, vagy gyilkolászás. Tehát ennek engedett 2020-ban a magyar kormány. A második lépés, amelyiket fel kell rónunk, és nem tehetjük, hogy ne róljuk fel a magyar kormánynak, az, hogy hogyan viszonyult ehhez az egész WHO színre lépéshez. Hiszen ez a WHO időközben eredetileg, amikor 1948-ban a II. Világháború után és az ENSZ létrehozatala után megalapították, rögtön államközi, nemzetközi szerződéssel jött létre az Egyesült Nemzetek Szövetsége tagállamainak a szerződésével, tehát államközi szerződés hozta létre, és vigyázat, nem alapszabálya lett, hanem ennek a szerveződésnek rajtból alkotmánya lett, és ez az alkotmány pedig kimondta, hogy ez egy tanácsadó, nemzetközi tanácsadó testület, semmiféle fennhatósága, hogy az országok egészségügyi ellátásában bármilyen intézkedő lépést megkövetelhessen. Nos, időközben ez a WHO átváltozott. Időközben a finanszírozásának több mint kétharmadát, tudjuk mi a kétharmad, ugye? Hallottunk, a NER apropóján is mi a kétharmad. A korrupció melegágya. A korrupcióval szinoníma a kétharmad a magyar ember fülének, nem? Tehát ebben a WHO-ban a finanszírozás, a pénzzel is kétharmada obszkurus, sötét erők kezébe került, a nagy gyógyszer, a nagy farma, és mindenféle milliárdos, százmilliárdos ficsúrok kezébe. Tehát távolról sem lett. 2020-ban ez a WHO már régen nem egy államközi szervezet, nem az államoknak a szervezete, hanem magánemberek, zugintézmények, láthatatlan magánérdekeknek a letéteményese. Tehát bűnös volt a magyar állam, amikor hagyta, és látta ezt a folyamatot, és nem lépett ki belőle. Pedig ki kellett volna lépni, nem hagyni ezt a gyanús múltú Tedroszt, hogy az ő irányításával ez a WHO ezt a Covidot, ezt a Covid-fasizmust az emberiségre rákényszerítse. Harmadíziglen pedig azzal követi el a legnagyobb bűnt a magyar állam, a magyar kormány,
azzal követte el, hogy elhallgatta azt a nem jelentéktelen részletet, hogy a WHO nagyhatalmú igazgatójának az etiópiai, nem oromó, fontos tudni, hogy nem oromó nemzetiségű, mert Etiópiának a többségi nemzete az oromó, vagyis a galla, magyarul gallának hívják, ragozó nyelvet beszélnek, miként mi magyarok is, és sok a rokon szavuk, ők Etiópia többségi népe, Tedros nem hozzájuk tartozik, tehát elhallgatta a magyar kormány, hogy ennek a nagyhatalmú Tedrosnak van egy első számú elnök helyettese. És az első számú elnök helyettese itt lakik és itt ténykedik Budapesten, és dr. Jakab Zsuzsának hívják. Hallottátok ezt? Hallottátok ezt? Hányszor hallottátok az ő nevét? Nem kellett volna halljuk Müller Cecíliával azonos számban az ő nevét. Akkor, amikor dühöngött itt a Covid, és amit világos, hogy ugyancsak a WHO patronálásával szabadítottak ránk és az emberiségre. Nem kellett volna Magyarország kormányának odahatnia, hogy a magyar, a WHO magyar elnök helyettese hetente megjelenjen a televízióban, és tájékoztassa a magyar embereket? Hát mi vagyunk mi, vágó állatok? Vágó marhák? Mi nekünk, minket nem illet meg a tájékoztatás és a tájékozódás joga? Ha életünkről és gyermekeink életéről van szó? Ne. Tehát, kedves barátaim, azzal is bűnt követett el a magyar állam, hogy nem szólaltatta meg dr. Jakab Zsuzsannát Müller Cecíliával együtt minden héten. És ebben is láthatjátok, milyen foka az aljosságnak az, ami a mi életünket pusztítja, mert nem irányítja, pusztítja. Végül, hadd mondjam el a legnagyobb bűnök egyikét, az, hogy 2022. március 1-én nemzetközi sajtótájékoztatót tartottunk arról, hogy mi készül a WHO színeiben. Mert akkor világosan látszott, hogy egy olyan államközi szerződést akarnak pandémiás esetekre kidolgozni, amelyik átveszi majd az irányítást, a diktatúrát az államok feje fölött a népeken. ITTPS-t volt ennek a nemzetközi szerződésnek akkora neve, International Treaty for Pandemic and Pandemic Preparedness, valami angol szó, tehát minden esetre járványkészültségig szerződést akartak aláírni, és levelet írtunk, nyílt levelet Áder János köztársasági elnöknek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kövér László házelnöknek, Szijjártó Péter külügyminiszternek és Kásler Miklós egészségügyért is felelős emberi miniszternek. És kértük őket, hogy semmiképpen ne írjanak alá semmit ebből a készülődésből, és jó előre jelentsék be, hogy amennyiben a WHO továbbra is ezen az úton halad, Magyarország ki fog lépni, és nem fogja alávetni magát egy ilyen a szuverenitás teljes feladásával, sőt, népének a vágóhídre vitelével fenyegető lépéssel szemben. Nem történt. És végül... Hatod íziglen, bűnös a magyar állam és a magyar kormány azért, hogy jól lehet már háromszor szólította fel a Magyarok Világszövetségének a közgyűlése és a Magyarok Világkongresszusa 2021-ben a magyar államot, hogy vigyázzon a WHO-ra. Magyarország nem fogja tudni megakadályozni, ha ezt a szerződést elfogadják, hiába szavaz ellene, hiába szavaz ellene, mert ha elfogadják kétharmados többséggel, és van esély, hogy a 194 ország tájékozatlan, vagy éppenséggel szabadkőműves kötelékben levő küldöttei megszavazzák ezt a módosítást. Magyarország nem fog tudni ellenállni, mert ha csak tagja vagy, még akkor is köteles vagy végrehajtani, hogyha ellene szavaztál. Tehát ezért az egyetlen megoldás egy akkoracska ország számára, mint amilyenek mi vagyunk, kilépni, haladéktalanul kilépni, mert még nem tartunk ott, hogy mi irányítsuk a NATO-t.
Árpád vezérlő nagyfejedelem idején nem kellett akkor segítséget kérnünk a NATO-tól, mert akkor mi voltunk a NATO. Mondta Círják Árpád, Kolozsváron élő érseki helynök a csíksomlyói búcsúban 1991-ben. És most két héttel, vagy egy héttel a csíksomlyói búcsú előtt erre emlékeztetek, hogy nem vagyunk mi még a NATO, de még lehetünk egyszer, ha túléljük ezt a merényletet, amit ellenünk készítenek, és már hatodíziglen bűnösségét megállapítottuk a magyar államnak. Kérjük és követeljük együtt, hogy haladéktalanul, még a hátra levő egy hét alatt léptessék ki, jelentsék be, hogy Magyarország kilép a WHO-ba. Különben azt jelenti, hogy Magyarország kormánya lemondott Magyarország szuverenitásáról, kiszolgáltatta Magyarország népét a legnagyobb veszedelemnek, és nem méltó arra, hogy tovább kormányozzon, azonnal mondjon le! A Magyarok Világszövetsége elnökének kiállását, és köszönöm annak a több ezer embernek, aki ma eljött a média minden elhallgatása ellenére, a kormány a témát illető negligálása ellenére, amivel próbálják beállítani úgy, mintha ez csak valami összeesküvés elmélet lenne, ami ránk valójában leselkedik a WHO pandémia szerződésén keresztül. Örülök, hogy ennyien eljöttek, és itt nem csak a Fő utcában, de az Aranyhal utcában, a Batthyány téren is sorakozik a tüntető tömeg. Egyre többen vagyunk, és bár a Mi Hazánk mozgalom elnökének nevét a Facebookon szinte leírni sem lehet, de nem csoda, hogy hazánk legtöbb YouTube követővel, feliratkozóval rendelkező csatornája a Mi Hazánk mozgalom elnökévé, frakcióvezetőjé, akit szólítok a színpadra, Toroszkai Lászlót! Magyar honfitársaim! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy egyáltalán önök, hogy ti itt vagytok, mert ez azt mutatja, hogy még él a magyar ellenállás, és még mindig nagyon sok olyan magyar honfitársam van, aki tud gondolkodni, akit nem az algoritmus, nem az RTL klub, vagy nem a TV2 vezet, hanem a saját gondolatai. És ezért én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és nagyon büszke vagyok arra, hogy közétek tartozhatok. Nagyon jó így együtt lenni. Másodszorban én is meglepve hallottam, hogy már gyűjtitek az 5 forintosokat. Én azért, idestova, közel 30 éve ebben a küzdelemben, ebben a munkában és néha harcban, amit hazánkért, vagy hazánk szolgálatában folytatok, én azért már megtanultam, hogy olyan nagyon könnyen nem adjuk meg magunkat. Tehát én még korainak tartom, hogy elkezdjük a gyűjtést, de nagyon köszönöm nektek, de szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy én mindent el fogok követni azért, hogy ezt a akár 21 millió forintot 5 forintosban, ezt valóban oltáskárosultaknak, rászorulóknak, olyan honfitársainak adjuk oda, akik sokkal jobban megérdemlik, mint ez az undorító, és most jön megint egy 1,5 millió forintos szó, disznófejű nagyúr, ez a kisvárdai végrehajtó. Harcolni fogok azért, ha már ő kérte azzal, hogy dr. Fischer Zsuzsannát megfenyegette, amikor a végrehajtó maffia ügyét feltártuk. Ha már kérte, akkor meg fogja kapni a harcot. Ezt megígérem neki. Sokat fogunk még találkozni vele. A mai napra antiglobalista tüntetést hirdettünk.
És szeretném elmagyarázni, egy picit megmagyarázni azoknak, akik most nincsenek itt, akik élőben követnek minket, valószínűleg a Facebookon már nem, hiszen a Facebook cenzúrázza a nevemet, a képemet, a mondataimat, de talán TikTokon, talán YouTube-on, vagy bárhol máshol még látnak minket és hallják, amit mondok. Nekik szeretném egy picit elmagyarázni, hogy mit is jelent az, hogy antiglobalisták vagyunk. Mert hogy amikor 2018-ban a Mi Hazánk mozgalmat meghirdettük, amikor zászlót bontottunk a Nagy Magyar Alföldön, akkor mi azt mondtuk, hogy mi a harmadik utat képviseljük. Az elmúlt egy esztendőben itt Magyarországon nagyon sokan elkezdték lejáratni a harmadik út kifejezést. A harmadik út ugyanis nem csak annyit jelent, hogy se Orbán, se Gyurcsány, hanem nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy amit ők képviselnek, arra is nemet mondunk. Arra a világnézetre, arra a politikára, amit ők megvalósítottak itt az elmúlt 30 esztendőben, közösen egyfajta politikai rabló gazdálkodást folytatva. És hogy mit jelent a globális vagy globalista gazdaságpolitika, mit jelent az, amit ők képviselnek, és mit jelent a harmadik út ezzel szemben. De amikor szeretném ezt a fogalmat tisztázni, akkor már előre hallom, és tudjuk, hogy a média munkatársai, akik most is itt jelen vannak, majd mindenfélét fognak írni, azt írják, hogy 25-en voltunk, és nem több ezren. Azt fogják majd írni, hogy mindenféle bolondságokat beszéltünk itt össze-vissza, és hogy nincs is semmiféle globalizmus, és főleg nincsen a Donald Trump, amerikai elnök, akit szintén letiltottak a Facebookról, szavaival ugye nem létezik deep state, vagy magyarra fordítva mély állam, vagy ahogy mi magyarok szoktuk mondani, háttérhatalom. Ilyen biztos nincs, ez valamilyen konteó, valamilyen összeesküvés elmélet, és hát ezt még soha senki nem bizonyította. De akkor most teszek egy kísérletet. Mondok három példát. És mindenki érteni fogja, hogy mit jelent, hogyha valaki globalista politikát akar megvalósítani, és mit jelent, hogyha valaki a magyarok útját, az igazi harmadik utat akarja járni. Mindenki tudja azt, hogy, és ez nem kellene közvéleménykutató cégek, hogy az előttünk álló választásokon az Európai Parlamentben nagy valószínűség szerint 4 politikai erő juthat be. Akkor nézzük és egy picit elemezzük, hogy ki a globalista, ki a harmadik út, és ki képviseli a magyarok valódi útját. Ugye van egyszer a Fidesz, KDNP-vel, van egyszer a DK, MSZP-vel, Párbeszéddel, stb. Van egyszer Magyar Péter Tisza pártja, hogyha jól tudom, és ugye van az, akiket valójában a legjobban elhallgatnak, a legjobban cenzúráznak, a legjobban elnyomnak, és akikről természetesen ugyanúgy, mint 2022-ben az országgyűlési választások előtt, most is azt hazudják, hogy esélyünk sincs bejutni az Európai Parlamentbe. 2022-ben csattanós választattunk azzal, hogy nem 1 vagy 2%-os párt vagyunk, hanem bejutottunk az országgyűlésbe. Éljen! Most ugyanilyen csattanós válaszra készülünk. És akkor nézzük, hogy mit jelentett 2018-ban a harmadik út, és mit jelent az a globalizmus, ami ellen ma itt tüntetünk. Nézzük meg, hogy létezik-e ilyen fogalom, és ez alatt a fogalom alatt mindig politikai, sőt gazdaságpolitikai fogalmat értünk, nem pedig egy ténykérdés, hogy globalizálódik a világ. Persze, hogy globalizálódik, sőt, ennek vannak hasznos következményei. Lecsökkentek a távolságok, és ez óriási lehetőség az igazi magyar nemzetgazdaság megteremtésére, mert hogy könnyen lehet a világ bármely pontján piacot találni. A magyar termelőnek, a magyar méhészeknek, a magyar gazdáknak, a magyar KKV-szektornak, a magyar informatikusoknak, bárkinek lehetne, ha lenne olyan politikai erő, aki valójában egy ilyen a világra való nyitással egy antiglobalista magyar nemzeti gazdaságpolitikát szeretne megvalósítani. Tehát akkor nézzük a bizonyítási kísérletet, hogy létezhet-e a Donald Trump szavaival mély államnak, vagy magyarosan háttérhatalomnak nevezett világ, és létezhet-e egyfajta globalista szemlélet. Akkor mondok három példát, és mindenki érteni fogja, hogy mire gondoltam. Az első ilyen példa maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió első embere. El tudják-e önök azt képzelni, hogy bárki a világon
hogy mondjuk egy magyar KFT, egy magyar betéti társaság köthet SMS-ben 35 milliárd eurós szerződést közpénzből. Az európai, beleszámítva a magyar adófizetők pénzéből, mert ezt mindig elfelejtik, hogy mi nem csak kapunk, mi be is fizetünk az Európai Unióba. Méghozzá nagyon sokat. Hogyan létezik az, hogy Ursula von der Leyen megtehette, hogy SMS-ben 35 milliárdos szerződést kötött vakcina beszerzésre, azzal az Albert Bourlával, a Pfizer vezérigazgatójával, akivel, mint utólag kiderült, Ursula von der Leyen férje, Heiko von der Leyen, közös bizniszben van. És ezt megtehette. Miért tehette meg vajon Ursula von der Leyen, és miért nem teheti meg egy magyar KFT vagy betéti társaság? Miért áll ő fölöttünk? Miért vannak különleges védelemben részesülő politikusok, gazdasági szereplők, nagyvállalatok, pénzemberek? Ha persze nem létezik az a globalista világ, ami ellen mi most itt ma tüntetünk. Akkor nézzük a következő példát, mondjuk vizsgáljuk meg, itt van mondjuk a Meta, az egyik kedvenc globalista cégünk. A Meta, amely a Facebook és az Instagram cége. Mi az, amit megtehet a Meta? Például megteheti azt, amit egyetlen egy magyar honfitársunk sem tehet meg, én magam sem, ezért kellett teljesen igazságtalanul nekem 1,5 millió forintot kifizetnem ennek a kisvárdai végrehajtónak, miközben a kisvárdai végrehajtónak kéne börtönbe vonulnia amiatt, mert dr. Fischer Zsuzsannát álnéven hosszú időn keresztül fenyegette, amiért a végrehajtó maffia ügyét földerítette. És miért kellett nekem fizetnem? Mert a bíróság jogerős ítéletében engem erre kötelezett. Mindegy, hogy igazságos-e az ítélet, de be kell tartanom, nem tudok más tenni. Minden magyar állampolgárral ezt teszik. A Meta ellen viszont jogerősen pert nyertem az Instagram oldalammal kapcsolatban, amelyet kötelessége lenne visszaállítani. Több mint egy esztendő telt el a jogerős ítélet óta. A Meta annyi választ küldött az ügyvédeimnek, hogy technikailag nem tudta megoldani. És semmi nem történik vele. Ha ez bármelyikükkel, bármelyiketekkel történne, azonnal ott lenne a NAV, a végrehajtás, a rendszer addig üldözi, akár az unokáját, a gyermekét is üldözi, ameddig mindent be nem vasal rajta, és ameddig bármilyen igazságtal is az ítélet, azt végre nem hajtatja. De a Meta ezek szerint mindent mégis megtehet. Aztán mondok még egy példát, képzeljük el azt, hogy bármelyik politikai erő, mondjuk a Fidesz, a DK, és mondjuk Magyar Péter, mert hogy ez a három, illetve a Mi Hazánk mozgalom, mint politikai erő, amely bejutott az Európai Parlamentben, képzeljük el, hogy azt mondja, hogy nem akar Pride-ot, sőt betiltja. Nem akar semmilyen szexuális propagandát az utcán, mert a gyermekeink is láthatják. Vajon megmerik-e ezt tenni? E helyről kérdezem tőlük. A Fidesz, a DK, Magyar Péter pártjának a lista vezetőitől. Mernek-e ilyet mondani, hogy a gyermekeink védelmébe azt a közelkölcsöt sértő felvonulást be kellene tiltani? Nagyon jól tudják, hogy bármit gondolnak erről, nem mondhatják azt, hogy ők valójában ezt nem engedélyeznék, mert valaki ezt nem engedi nekik, hogy ezt kimondják. Akkor ők független magyar országot akarnak? Ők olyan politikát, gazdasági és egyéb jellegű politikát folytatnak, amely a magyarok jövőjéről szól? Nem, ők végrehajtanak egy globalista agendát. És hogy mi ez a globalizmus? Ennek a globalizmusnak, amit nevezhetünk Deep State-nek, nevezhetünk mély államnak, háttérhatalomnak, mindegy, hogy minek nevezzük, ennek nagyon jól látható résztvevői vannak. Ezek pénzemberek, a pénzemberek kezében lévő politikusok, és mindennek a társaságnak, még ráadásul van egy civil szervezete is, a Világgazdasági Fórum. Nem rejtőzködnek, Davosban óriási tüntetések vannak ellenük, egész hadsereg védi őket. Ez nem egy nehezen megfogható kör. Ez egy nagyon jól körülhatárolható kör, amelynek megvannak a pénzemberei,
megvannak a cégeik, és benne ott vannak a gyógyszeripari cégek, ott vannak a médiabirodalmak, ott vannak a bankárok, a bankok, a pénzügyi szervezetek, és ott van természetesen az általuk finanszírozott egészségügyi világszervezet, a WHO is. Ez egy nagyon jól látható kör. Ez az egyik út. Ez a globalisták útja. És van emellett egy nehezen, sokszor nehezen értelmezhető politikai kör Magyarországon, ez a Fidesz köre, az úgynevezett NER rendszer. Évekkel ezelőtt mondtuk, és akkor lehet, hogy még nem mindenki értette meg, de valójában Orbán Viktor nem más tett, mint amikor 1998 és 2002 között először volt miniszterelnök, akkor rádöbbent arra, hogy van egy ilyen globalista nemzetközi hálózat, amely eldönti, hogy ő mit tehet és mit nem tehet. És Orbán Viktor szereti a hatalmat. Nagy kérdés, hogy azon kívül valami más szerete, de a hatalmat azt igen. És ő eldöntötte, hogyha egyszer újra hatalomra kerül, ez 2010-ben bekövetkezett, akkor ő felépíti magának kicsiben ezt a globalista hálózatot. A maga pénzembereivel, a maga médiabirodalmával, a maga bankjaival, és a többi. A maga Müller Ceciliáival megcsinálta. Ez egy sokkal kisebb, ha úgy tetszik, gyengébb is, de mégiscsak ugyanolyan, vagy ahhoz nagyon hasonló rendszer. A magyarságnak, a magyar nemzetnek a tragédiája, hogy a magyar nemzet testén ez a két hálózat egyszerre élősködik. És amikor mi 2018-ban harmadik utat hirdettünk, akkor erről beszéltünk. Van egy nagy globalista rendszer, és van egy kicsi, ahogy a klasszikus filmben mondják, ugye ez egy kicsit savanyúbb, meg sárgább, de ugye legalább a miénk, hát ez lett a NER rendszer. És mi azt mondtuk az ászlóbontáskor, hogy mi mindkettő ellen vonulunk, és mi független, szabad és gyarapodó Magyarországot akarunk. Ez a harmadik út. Az igazi sorskérdések, amely bizony egyre nyomasztóbb teherként nehezedik a magyarságra, egész Európára és a nagyvilágra, ezek annyira fontos kérdések, hogy az egész mostani európai parlamenti választási kampánynak erről kellene szólnia. Olyan sorskérdésekről, amelyről most majd néhány mondatban még teszek említést, de amelyről a Mi Hazánk mozgalmon kívül senki nem tesz említést az egész kampányban. Mellé beszélnek. Azért hívják utcára az embereket, hogy politikusokat, mint valami rockstar tapsoljanak. És van, aki ezt az utcán meri tenni, valaki csak zárt körben, ugye, de körülbelül ez a célja a másik három politikai erőnek. És közben nem mondanak semmit, lózungokat mondanak. A Fidesz azt mondja, hogy békét akarunk. Mi is békét akarunk, de ez így önmagában kevés, hogyha utána Orbán Viktor mindenhez hozzájárul, mert mára elmondhatjuk, hogy mindenhez hozzájárult az Európai Unióban, amely nem a békét, hanem kifejezetten a háborút táplálja. Hozzájárult Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásaihoz. Hozzájárult Orbán Viktor és a Fidesz Ukrajna finanszírozásához. Sőt, még a saját szavazóit is csúnyán átverve, leköpve a saját nemzeti konzultációnak csúfolt propagandafogását, legutoljára ahhoz is hozzájárult Orbán Viktor és a Fidesz, hogy az Európai Unió a közös büdzséből, tehát az európai adófizetők, az önök, a ti pénzetekből is kifizessék, finanszírozzák az Európai Uniós tagállamok fegyverszállításait, amivel az amerikai vagy akár a cseh fegyvergyártókat, globalista cégeket táplálnak, és táplálják ezáltal az ukrajnai borzalmas véres háborút. Ezt is megtett Orbán Viktor és a Fidesz. Erről kellene például beszélni ebben a választási kampányban. Ehelyett annyit mond a Fidesz, hogy béke és kész. Vagy például
Nem arról kellene beszélni, hogy Mészáros Lőrinc lop. Ezért kár összehívni több ezer embert. Mi önöket, benneteket nem ezért hívtunk össze, nem ezért van itt több ezer ember, hanem azért jöttünk ma itt össze, hogy olyan konkrét veszélyekről beszéljünk, amelyekről nem minden honfitársunk tud. Fel akarjuk nyitni általatok az önök a ti segítségetekkel felnyitni a szemüket, és azt is elmondjuk, hogy hogyan harcolunk ezek ellen, a veszélyek ellen, és mi az, amit megteszünk. Nem lózungokat mondunk, nem olyat mondunk, amit mindenki tud ebben az országban, mert még a fideszes szavazók is tudják, hogy Mészáros Lőrinc hogyan szerezte a vagyonát, hogyan lett Magyarország leggazdagabb embere, és hogyan lop a NER rendszer. Azt kell elmondani, hogy mit kínálunk helyette. És ilyet nem hallunk ebben a kampányban. Lózungokat hallunk csak. Olyat, amit minden magyar tud, ezért kár utcára hívni az embereket. Na nézzük akkor, hogy melyek azok a konkrétumok, amelyek ellen viszont tényleg küzdeni kell, és tényleg harcolni kell. Hát például meg kellene kérdezni a kormányt arról, hogy mit tartalmaz az Orbán-Netanyahu paktum. Senki nem tud erről semmit Magyarországon. Pedig legutoljára 2021-ben maga Orbán Viktor mondta azt, és fogalmazott úgy, hogy egy titkos tervet készítenek elő Benjamin Netanyahu barátjával. Erről később egyetlen egy információt hoztak nyilvánosságra, hogy Izraelben közös vakcinagyárat akarnak építeni. És hogy az izraeliek hozhatják majd ide a lélegeztetőgépeiket. Ennyit tudhattunk meg róla. De nem tudjuk a többi részletét, hogy mi volt még a Pegasus kém szoftver mellett. Mi az, ami miatt nem veszi észre a magyar kormány, hogy most már lassan közel 15 gyermeket mészároltak le a gázai övezetben, és ez nem politikai kérdés. Nem az a kérdés, hogy mit gondolunk Izraelről, vagy mit gondolunk a palesztinokról, hanem emberek vagyunk. Emberek vagyunk, és az nem antiterrorista művelet, amikor közel 15 ezer gyermeket megölnek. Azt semmivel nem lehet indokolni. Mi az a titkos alkú? Mi az a titkos alkú, amiért Magyarország egyedül maradt éppen most a napokban a legutolsó szavazásnál is, az ENSZ-ben? Egyedül maradt az Amerikai Egyesült Államokkal, Izraellel, és a háborús uszító Csehországgal, a cseh kormánnyal. Bocsánat, nem maradtak együtt, hiszen Pápua, Új-Guinea és Nauru még ott van. Szóval egyedül maradtak, szemben az egész világ. Szemben az egész világ. Ha valaki a magyar érdekeket akarja képviselni, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy miféle globalista érdek az, amely miatt a kormány ezt megteszi. Hiszen az a kör, amiről egészen mostanáig beszéltem, az a pénzügyi kör, ha valaki a Világgazdasági Fórum tagjai, tagszervezetei, cégeit megvizsgálja, akkor azt látja, hogy ezek jellemzően nyugat-európai, illetve amerikai gyökerű, nemzetközi globális pénzszervezetek, illetve globális cégek. Mi az, amiért kiszolgálja őket a Fidesz kormány? Mivel tartják sakkban, kézben Orbán Viktort, akár Benjamin Netanyahut? Mit tudhat róla? Hiszen szövetségese és jó barátja Benjamin Netanyahu nagyon-nagyon régóta. Mi lehet az a gazdasági haszon, amelyből Magyarország profitálhat? Mert nem látjuk. De látunk a világban rengeteg olyan területet, az öbölmenti országoktól kezdve, Ázsiáig, de akár még Afrikáig is, ahol érdekes módon nekem minden egyes tárgyalást, akármelyik diplomatával, akármelyik nagykövettel találkoztam, mindig úgy kezdhettem, hogy mi ellenezzük a migrációt és a vendégmunkásokat és az arra épülő gazdaságpolitikát, és mindenki ezt elégedetten nyugtázta. Egyetlen egy diplomata nem kérte tőlem azt, hogy mi nyissuk ki a határokat. Csak Strasbourgban, amikor az Európa Tanács ülésein vagyok, ott mondják nekem. De azok nyugat-európaiak. Mi tehát az, ami a Fideszt erre a gazdaságpolitikára, ezekre a politikai döntésekre kényszeríti? Ezt kellene megkérdezni a Fidesztől ebben a választási kampányban, de senki nem kérdezi meg. Mert hogy valójában mind egy követ fújnak. A Fidesz, a DK és Magyar Péter is ugyanazt a globalista gazdaságpolitikát kínálja a magyaroknak. És erről nagyon egyszerűen meg lehet győződni, bárki meg tud győződni, hiszen az előbb említett Ursula von der Leyen, aki mindenki biztos lehet benne, hogy nem csak a vakcina bizniszt intézte így,
hanem ugyanúgy kiszolgálja a Bill Gates és a hasonló cégek, milliárdosok által finanszírozott WHO érdekeit. Ezt az Ursula von der Leyent még a magyar ellenességben előző DK nyilván nem fogja megállítani. A Fidesz nem fogja megállítani, mert a Fidesz szavazatával választották meg Ursula von der Leyent az Európai Unió vezetőjévé. Magyar Péter sem fogja megállítani, mert ő egyenesen Ursula von der Leyen frakciójába tart, hiszen amit tudunk, keveset tudunk róla, de azt már tudjuk, azt elmondta többször, hogy az ő képviselőik, a megválasztott képviselőik az Európai Néppártba fognak beülni, ennek a pártnak, globalista európai frakciónak a csúcs jelöltje Ursula von der Leyen. Tehát ne várjuk ettől a három politikai erőtől, hogy megvédi majd a magyarokat, akár a WHO-tól, akár a globalista vendégmunkásokra épülő gazdaságpolitikától, akár a WHO-tól. Egyetlen egy politikai erő van ma Magyarországon, amely ezt megteheti és meg is fogja tenni, ez a Mi Hazánk mozgalom. És akkor végezetül, hogy akkor mi is a teendőnk. Mert én még egyszer megköszönve azt, hogy ilyen sokan eljöttek, és részt vesztek ebben a küzdelemben. És szeretném megismételni azt, hogy nem azért hívtuk önöket, hívtuk benneteket az utcákra, hogy itt politikusokat tapsoljanak, tapsoljatok, aztán hazamenjünk elégedetten, hogy hú, de jól megmondta. Hanem azért hívtunk önöket, hívtunk benneteket az utcára, hogy elmondjuk, hogy mik a veszélyek, és hogy mi a teendő. És hogy mi megyünk elől, én személy szerint legelől, csak legyenek mögöttem is ebben a küzdelemben. Ezt kérjük tőletek. Akkor tehát jöjjenek a feladatok. Az első, mert hogy a három másik globalista erő, valójában már nem három út van, úgy látom két út van, vannak a globalisták és vagyunk mi. Ők ezt soha nem fogják kimondani és soha nem fogják megtenni. Következzen először is, mielőtt bármit lépünk, az első és legfontosabb az elszámoltatás. Az elszámoltatás, és mindenkit el kell számoltatni. Mindenkit, aki felelős azért, hogy Magyarország oda jutott, hogy az elmúlt, főleg az elmúlt négy esztendőben, 2020-tól kezdődően Magyarország összes létező mutatója olyan katasztrofális irányba kezdett haladni. Úgy kezdtünk el zuhanni, amire én azt gondolom nem volt még korábban példa. Ugyanis amikor 2010-ben a balliberális kormányok buktak, akkor például a népesedési mutatónk 1,2, ugye az úgynevezett fertőzési szám, ami katasztrófa, ma a világ legrosszabb adatai, a dél-koreaiak és a japánoknál van hasonló adat. Magyarországot ide juttatták. Innen 2015-16-ra visszakapaszkodott a magyarság 1,6-re. És az elmúlt esztendőben különböző gazdasági, de talán egyéb okok miatt is egyre kevesebb magyar gyermek születik, és senki nem akarja valójában az okokat vizsgálni. Mi beszélünk a gazdasági okairól, és beszélnénk akár egészségügyi okairól is, mert például a meddő párok száma is meredeken emelkedik Magyarországon, és senki nem kutatja, hogy mi ennek az oka. Pedig ha valakinek fontos a magyarság, ha valaki szereti ezt a nemzetet, az biztos, hogy legalább elkezdi kutatni. De ugyan hogyan kutathatná a kormány, amikor nekünk ide kellett jönni egy egészségügyi államtitkársághoz, mert a világon szinte egyedülállóan nincs egészségügyi minisztérium sem. Ami egészen elképesztő. Tehát az első, amit meg kell tennünk, hogy nyilvánvalóan egy Mi Hazánkos kormány azonnal megtenne, hogy visszaállítjuk az egészségügyi minisztériumot, de ez önmagában még nem elég. Mert Magyarországon nem egészségügy van, hanem betegségügy, és még ebből is bizniszt csinálnak jelenleg a hatalmon lévők. Mert például a meddőségi adatokra hogyan válaszoltak a fideszesek és a Fidesz közel üzletemberek? Beszálltak az úgynevezett meddőségi centrumokba, a bizniszbe.
ennél aljasabb dolgot nem tudok elképzelni, és ezt bizonyították a Covid alatt, amikor beszálltak a vakcina beszerzésbe, beszálltak a lélegeztetőgép bizniszbe és minden egyébbe. Ennél aljasabb dolgot nem tudok elképzelni. De emellett látjuk, hogy a gazdasági mutatóink hova jutottak. Látjuk, hogy a medián jövedelmek tekintetében hova kerültünk, hogy már a románok is beértek minket, és már csak a bolgárok vannak mögöttünk, miközben 2005-ben csak a csehek voltak egész Közép-Kelet-Európában előttünk. Mára megelőztek minket a lettek, a litvánok, az észtek, a lengyelek, a szlovákok, a románok beértek minket, nincs. Tehát arra már lehetőség, meg időse, meg annak értelme sincs, hogy a gazdaságpolitikáról beszélgessünk, mármint hogy az jó-e, amit az elmúlt 30 évben a Fidesz és a balliberálisok, tehát a globalista gazdaságpolitika, amit ők folytattak, az jó-e a magyaroknak? Nem jó. Ehelyett kell egy új gazdaságpolitika, de az elszámolás nem lehet tehát megkerülni. És kiket kell elszámoltatni? Hát először is el kell számoltatni az elmúlt 30 év politikusait. És nem csak a politikusait, hanem ennek a rendszernek az összes haszonélvezőjét. 1994-ben döntött úgy az országgyűlés, a balliberálisok és a Fidesz is, hogy legyen profitorientált a végrehajtási rendszer. Erre kereken 30 év alatt ráépült egy olyan rendszer, amiben nem csak végrehajtók vannak. Politikusok, mint ma már tudjuk, bírók, közjegyzők és sokan mások. És ez a rendszer, miután a katasztrofális gazdaságpolitika kifosztotta a magyarokat, még a maradékot is elvette, még a házát is kérte a magyaroknak. Akik lehetővé tették ennek a rendszernek az élősködését a magyarságon, azokat mind el kell számoltatni, és erről nyújtunk be most az országgyűlésnek egy új elszámoltatási törvényt, amely az 1991-es kárpótlásról szóló törvény mintájára kimondja szó szerint azt, amit az 1991-es törvény kimondja azt, hogy a magyar állam által igazságtalanul a magyar állampolgároknak okozott károkat legalább részlegesen meg kell téríteni, kárpótolni kell magyarok százezreit. Ezt adjuk be most az országgyűlésnek. És nem csupán ezt követeljük, hanem azt is mellé tesszük, hogy kik fizetik ennek az árát. Természetesen nem az adófizetők és nem az üres magyar államkassa, hanem a haszonélvezők. Fel is soroltam a parlamentben. A kormánytagok csak leültek, nem reagáltak rá. Mert nem tudnak mit mondani. Fizessenek a végrehajtók, fizessenek a bankok, fizessen az egész rendszer, aki élvezte ezt a hasznot, beleértve a 200 leggazdagabb embert Magyarországon, mert politikai kapcsolat nélkül ezek nem tudtak volna ilyen óriási haszonra szert tenni. És lesz közöttük fideszes oligarha, Mészáros Lőrinc, és lesz közöttük balliberális oligarha, mint például Leisztinger Tamás is. Ez az igazi elszámoltatás. Nem véletlen, hogy a három politikai erő, sem a Fidesz, sem a DK, sem Magyar Péter nem akarja kimondani az elszámoltatás szót. Mert valójában félnek az őket finanszírozó erőktől. De mi hazánkosok nem félünk, mert a mi hazánk mögött önök, ti álltok, nincsenek oligarchák, nem voltak és nem is lesznek. És a teljes politikai elit az összes csatolt szervezetével együtt való elszámoltatása mellett akkor beszélnünk kell tehát arról a gazdaságpolitikáról, amelyet meg kell valósítani egy globalista gazdaságpolitika helyett. Ez a gazdaságpolitika az, amely a globális nagyvállalatok támogatása helyett, amelyet a balliberális kormányok és a Fidesz is tett az elmúlt 30 esztendőben, a magyar erőre, a magyar kincsekre, a magyar sajátosságra, a magyar adottságokra, és ami a legfontosabb, a magyar emberekre épít. Fel kell mérni, hogy miben vagyunk jók. Fel kell mérni, hogy mihez értenek a magyarok. Ha ide akar jönni egy külföldi befektető, jöhet, de megmondjuk neki, hogy milyen szerződést kell azonnal kötnie a magyar állammal.
És ebben bizony leírjuk, hogy olyan nem lesz, hogy úgy jön ide, hogy azonnal tartja a markát. Nem lesz olyan, ami az elmúlt 30 esztendőben történt, hogy az egész Európai Unióban Magyarország költötte a GDP-nek legnagyobb részét, több mint 10%-ot gazdaság ösztönzésre, ami szinte mind külföldi vagy magyarországi oligarchákhoz vándorolt. És eközben miből van a bevétele a jelenlegi államnak? A fogyasztásból, áfából, meg egyéb a fogyasztás sújtó adóbevételekből. Akkor én ezt lefordítom, mert amikor erről vitáztam a parlamentben kormánytagokkal, akkor azt mondták, hogy de hát értsen meg, hogy a gazdaságnak az a jó, hogyha visszafogják a fogyasztást. Akkor én ezt lefordítom, egyrészt nem értünk ezzel egyet, szerintünk a gazdaságnak az a jó, hogyha minél többet fogyasztanak, és az pörgeti a gazdaságot, annál több pénz van a gazdaságban. De én ezt lefordítom, hogy milyen lelketlen politikusok ülnek a kormányban és a parlamentben. Ezt tudják, mit jelent, amikor azt mondják, hogy vissza kell fogni a fogyasztást, és arra kell az igazi adókat kivetni? Nem a nagy globális nagyvállalatokra? Ez azt jelenti, hogy Marika nénének azt üzenik, hogy ma már a csirkefarhátot sem tudja megvenni. Ez az, amikor a kormánytagok azt mondják nagy dőfösen a parlamentben, hogy vissza kell fogni a fogyasztást. Mi nem ezt mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy az a kormánynak a dolga, hogy leül egy külföldi befektetővel, és elmondja, hogy melyek a feltételek. És ha nincs az adott településen megfelelő magyar munkaerő, akkor nem építi meg azt az üzemet, azt a gyárat, mert ezek mind úgy épülnek, hogy hatalmas adókedvezményeket kapnak, és közben pedig vendégmunkásokkal árasztják el az egész országot, és sorban cserélik le a magyar munkavállalókat idegenekre, mert az egyszerűbb, olcsóbb, és talán nem is tud fellázadni, mint mi magyarok a saját hazánkban. Ez a gazdaságpolitika valójában erről szól. Mi erre mondunk nemet, és azt mondjuk, hogy nem csak a külföldi befektetőnek kell azonnal megfogni a kezét, és csak és kizárólag olyan szerződést kötni vele, ami jó a magyaroknak, hanem azt is mondjuk, hogy a teljes magyar gazdaság felemelése érdekében a kormány dolga lett volna az elmúlt 30 évben, hogy piacot találjon a rengeteg tehetséges és szorgalmas magyarnak, aki dolgozni akar ebben az országban. És ezt nem tette meg a kormány. Mi bebizonyítjuk azt, még ebben a hónapban fogunk aláírni, bár azzal, hogy én ezt most elárulom, nyilván óriási erők mozdulnak majd meg, hogy ezt megakadályozzák. De még ebben a hónapban meg fogjuk mutatni, be fogjuk bizonyítani, nem csak azt, hogy ilyen apró pénz van, ami itt csörög a hátam mögött, intézzük el a végrehajtókat, akik még szabadlábon vannak, hanem azt is megmutatjuk, hogy például hogyan mentünk meg 25 ezer magyar családot, akik méhészettel foglalkoztak, és akik a világ egyik legjobb minőségű mézét tudták előállítani. Akiket a jelenlegi kormány úgy tett tönkre az elmúlt években Ursula von der Leyennel és az Európai Unió vezetőivel együtt közösen, hogy közben eredetileg egy méhész végzettségű agrárminisztere van ennek a kormánynak. Szégyen, gyalázat! És ha ezt egy ellenzéki párt mindössze 6 képviselővel a parlamentben el tudja érni, egy éve dolgozunk ezen, és mi ezt el tudjuk érni, hogy megmutatjuk egész Magyarországnak, hogy hogyan tudunk egy egész ágazatot megmenteni. Mert hál' Istennek a globalizmus ellen vagyunk, a globalista gazdaságpolitika, a WHO és a világkormányzás ellen vagyunk, de látjuk a világot, látjuk, hogy mennyi barátunk lehet a nagyvilágban, sőt tovább látunk az Európai Unió határainál. És pontosan tudjuk azt, hogy sorban állnának mindazért, ami nekünk magyaroknak van. És nem csak a kincseink, hanem a tudásunk is. Mind-mind versenyképes, piacképes a világon. Egyetlen egy hátrányunk van, hogy soha nem volt egy igazi, rátermett és a magyarság, a magyar nemzetet szolgáló kormányunk. És akkor, hogy mit fogunk még tenni egyes ágazatok komplett megmentése mellett, mert hogy ígértem, hogy nem lózungokat mondunk. Először is, haladéktalanul szintén még ebben a hónapban bepereljük az AstraZenecát, amelynek gyakorlatilag betiltották a vakcináját, és ez nem hír Magyarországon, csak egy apró, minuszos hír.
és senki nem beszél erről. És az AstraZeneca után az összes többi felelőst elő fogjuk venni. Elő fogjuk venni azokat is, akik 2020 óta ide juttatták Magyarországot gazdaságilag, okozva óriási visszaesést a sokszor teljesen fölösleges Covid-ra hivatkozó gazdasági intézkedéseikkel is. Elő fogjuk venni azokat, akik nekünk azt mondták, hogy nem sokára meg lesz a tobzoska és az ember közötti közvetítő állat, amiről a Covid ránk pattant. Hol vannak? Hol vannak ezek a politikusok, ezek az úgynevezett tudósok? Keresik még a tobzoska és az ember közötti állatot? Mert úgy tudom, hogy már nem keresik. Mindenkit elő kell venni, aki felelős azért, hogy az elmúlt 30 esztendőben ide juttatták Magyarországot, de azokat pedig elsőként elő kell venni, akik az elmúlt 4 évben felgyorsították ezt a katasztrofális folyamatot. Igen. És nemet mondunk a WHO-ra. És nem csak, hogy nemet mondunk az országgyűlésben a WHO-ra, de hajlandóak vagyunk elmenni bármeddig ebben a kérdésben, mert ez is ugyanúgy a világkormányzás felé vezető út, mint az előbb említett pénzügyi körök, vagy globális nagyvállalatok, és az őket kiszolgáló másik három politikai erő útja. Ezt a világkormányzás felé vezető utat, ezt el kell torlaszolnunk. Ezt meg kell akadályoznunk. Ezt most megtehetjük, és megtehetik önök, megtehetik azok, akik hallanak minket, ahová a cenzúrán túl is az elhallgatás megkerülve eljut a hangunk, ők megtehetik, hogyha nem engedik, hogy átverjék őket, hogyha nem hiszik el azt a félrevezető hazug kampányt, ami hónapok óta zajlik Magyarországon. Akik rájönnek arra, hogy június 9-én nem lehet kormányt buktatni, mert bárki, aki ezt ígéri az ellenzéki oldalról, az hazudik a magyaroknak. Ugyanis június 9-én nem országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Arról nem beszélve, hogy egyelőre még mindig úgy tűnik, hogy köszöni szépen a Fidesz, jól érzi magát. De mi azt mondjuk, hogyha június 9-én az Európai Parlamentbe végre kerül igazi, olyan nemzeti erő, ami a magyarság érdekeit fogja szolgálni, akkor nem csak, hogy európai szinten fogunk harcolni a magyarság jogaiért és minden a világkormányzás felé vezető út ellen, hanem azt is ígérjük, hogy a hátralévő nem egész 2 esztendőben, ami még a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy megváltoztassuk a magyarországi politikai rendszert, mindent el fogunk követni azért, hogy ne tudjanak minket elhallgattatni. Ha kell, akkor én magam, úgy, mint most, lassan 3 hónapja, de tulajdonképpen 28 éve járni fogom tovább az országot, akkor nem hagyom abba. Akkor ott teszek úgy, mint a múltkor 4 órán keresztül a püspökladányi piacon. Mert azt tapasztalom most az országjárásom során, hogyha cenzúra nélkül tudunk beszélni a magyarokkal, akkor mindenki a Mi Hazánk mozgalmat fogja választani. Ezt mi meg fogjuk tenni, és 2026-ban leváltjuk, és elkergetjük az egész magyarországi romlott politikai rendszert is. És bár minden erővel meg akarják ezt akadályozni, ahogy mondtam, cenzúra, elhallgatás, támadások és különböző ilyen hamis harmadik utakkal. De azért azt ne felejtsék el, hogy ellentétben az előbb felsorolt, vagy akár az összes most európai parlamenti listát állító erővel szemben, ha mi egyszer azt mondjuk, hogy nem maradt más út, csak hogy igazából mi megindulunk, akkor mi nem szoktunk bohóckodni, és mi nem szoktunk viccelni. Ezt azért ne felejtse el a rendszer, sem a globalista, sem a globális, sem a magyarországi rendszer. De én hiszek abban, hogy sikerül a kormányt rákényszeríteni. Nem azért, mert abban hiszek, hogy a Fidesznek megszólalt a lelkiismerete, hanem azért, mert úgy tudtuk rákényszeríteni a Fideszt, hogy visszavonja
a kútregisztrációs kutak megadóztatását célzó és ezzel az élelmiszerinflációt még jobban fokozó tervét is, hogy önök, hogy ti sok ezren, sok tízezren segítettetek ebben. Mert közel 70 ezer aláírás gyűjtöttünk össze nagyon rövid idő alatt, és meghátrált a kormány. A napelemeseket azért tudtuk megmenteni az átveréstől, mert egy nap alatt TikTokon, mert szinte már csak ott lehetek, 400-an csatlakoztak ahhoz a pertársasághoz, amelyet a Mi Hazánk hirdetett meg mindenféle lózungok helyett, azzal, hogy bepereljük a magyar államot, és többbe került volna a magyar államnak azt, amit kellett volna fizetnie, mint amit nyert volna a napelemesek átverésére, és meghátrált a kormány. Meg lehet a kormányt állítani, és meg lehet a kormányt buktatni is. És a... És akkor lesz végre rend ebben az országban. Csak ne engedjétek magatokat félrevezetni, mert nem majdantéri forradalmat akarunk, hanem igazi magyar nemzeti újjászületést. Ez két különböző út. Mi nem a globalisták útját követjük, hanem a magyar hazafiak radikális és igazi változást akaró útját követjük továbbra is. Rendületlenül, mert mi maradunk a hazánknak rendületlenül. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ilyen sokan... Ilyen sokan eljöttek. És folytatjuk a harcot, folytatjuk a küzdelmet. Megvédjük a készpénzt, nemet mondunk a WHO-ra, nemet mondunk a vendégmunkásokra épülő gazdaságpolitikájukra is. Köszönöm fel a győzelemre! Köszönjük Toroszkai László őszinte szavait, iránymutatását, és bár a kormánypárti médiában, sőt, szerte a médiában próbálják bagatellizálni ezt a veszélyt, amit a WHO pandémia szerződése jelent például Magyarország számára, azonban hiába próbálják ezt akár összeesküvés elméletnek beállítani, komoly kutató orvosok is, mint például dr. Letoha Tamás, vagy sorolhatnám még azokat az orvosokat, amelyek a Mi Hazánk egészségügyi kabinetjében is felsorakoznak, ők támogatják, dolgozzák ki azt a programot, amivel igenis lerántjuk a leplet erről a globális diktatúráról. Büszkék vagyunk ezekre a kitűnő szakemberekre, ahogy büszkék vagyunk arra is, hogy a Medián már nem csak azt mutatta ki, hogy a fiatalok körében legnépszerűbb párt a Mi Hazánk mozgalom, már a Fidesznél is nagyobb támogatottsággal bírva a legfiatalabbak körében, hanem azt is kimutatta, hogy a mi szavazóink körében a legmagasabb a diplomások aránya. És ezek után próbálják holmi összeesküvés elméletnek beállítani azt a komoly tudományos megalapozottsággal összeállított szakmai programot, amivel felhívjuk a figyelmet a ránk leselkedő veszélyekre. Tisztelt hölgyek és urak, az említett adománygyűjtést folytatjuk, ezek valóban mikroadományok, jellemzően 5 forintosok, több vödörnyi gyűlt már össze a mai nap folyamán és szerte a rendezvényen gyűjtjük azt a pénzt, amit, ha kell, az oltáskárosultaknak fogunk eljuttatni, mert valakinek képviselni kell az ő érdekeiket is. Ezeket az adományokat gyűjtjük itt a rendezvény területén, és gyűjtjük a Mi Hazánk Mozgalom központi irodájában is, például a Fekete István Szabad Egyetem következő előadásán, csütörtökön, este 6 órakor, illetve a Mi Hazánk honlapján megtalálható központi irodánk nyitvatartása, valamint a számlaszámunk is, ahova természetesen utalni is lehet, de itt is köszönettel vesszük akár csak 5 forintnyi, akár nagyobb adományokat. Országjárásunkat természetesen folytatjuk minden nap, csak a holnapi nap folyamán például Toroszkai László Kazincbarcikára 16 órára, aztán Miskolcra 18 órára látogat el, Duró Dóra Veszprémben 15 órakor, Tapolcán 18 órakor Szakács Árpáddal tart közös előadást, Szakács Árpád aznap Bicskén 15 órakor velem tart lakossági fórumot, miként az itt szintén jelenlévő borvendég Zsuzsanna remélt európai parlamenti képviselőnk 17:30-kor Török Bálinton, és még sorolhatnám,
a sok-sok lakossági fórumot, amit akár csak a holnapi nap folyamán fogunk tartani, hiszen ezek mind egy nap országjárásának állomásai, illetve egy része. De fontos pont lesz még a Toroszkai László által alapított 64 vármegye ifjúsági mozgalom hagyományos, immár 23. alkalommal megrendezendő Trianon felvonulása, amelyet a június 4-éhez legközelebbi szombaton, június 1-én fogunk tartani. 12 óra 30-kor gyülekezünk a román nagykövetség előtt, majd vonulás is lesz természetesen hagyományos módon. Tisztelt hölgyek és urak, végül szeretném megköszönni média támogatóinknak is. A totális Facebook tiltás ellenére legolvasottabb jobboldali hírportál, a parlamentben persze letiltott kuruc.info segítségét. Ugyanezt köszönjük a Facebookon még megosztható pártunkhoz legközelebb álló Magyar Jelen hírportál esetében is, illetve a nyomtatott újságok piacán még kitartó Világ Magyarsága heti lapnak szintén köszönet, és köszönjük, ha támogatják az újságosoknál való megvásárlásával a Világ Magyarsága heti lapot. Köszönjük a részvételüket, köszönjük az internetes megosztásokat, a hozzászólásokat, köszönjük, hogyha szavazatszámlálónak jelentkeznek akár a Mi Hazánk Mozgalom honlapján. Köszönjük a támogató szavazatokat június 9-én. Folytassuk együtt a munkát, menjünk tovább ezen a kissé rögös, de mégis ilyen a harmadik út fel a győzelemre! Itt a színpadnál mindenképpen meg lehet találni, és talán még a rendezvény kijáratánál is ott integet egy kolléganő a templom tövében. Egy szőkehajú hajtásnő. Bátran fogadjuk a valódi mikroadományokat, a guruló dollárokat, eurót nem, de a magyar forintot megvédjük. Köszönjük az aláírásokat, köszönjük a támogatást! Fel a győzelemre! Vezredes büszkeség, mi hazánk ifjaim, erős hit és vitésség. Voltak csaták, jöttek sokan ellenünk, jó Istenünk, őrizd meg a nemzetünk. Kettős kereszt, Árpád Sávos szívelünk, szent hazánkért hazazába, Nagyon remélem, de hát itt azért voltunk.
nem tudom, 1000-en, 2000-en, 3000-en, nem tudom mennyien voltunk. Biztos, hogy itt van, én nem láttam. Nem színképet szeretnék. Igen. A Magyarok házában találkoztunk. Igen, emlékszem. Igen, az Afrikán, hogy ezért van, köszönjük, hogy eljöttünk. Köszönjük, hát kicsit hosszú volt el. Köszönöm, hogy eljöttél.